csak csá. Most indulunk Szandrával, megyünk Siófokra. Ma este is átrazunk, a Szandra a legnagyobb örömére, ugye? Holnap pedig egy hotelba fogunk megszállni. De én úgy döntöttem, hogy ma menjünk a sátrazni, és lemegyünk. Szóval most indulunk 6:30, mire odaérünk, az majdnem 8, felállítjuk gyors a sátrat, fürdünk egyet, aztán alszunk. Fehérvárnál tartunk. Ilyen a naplemente, már lassan föl kell venni a szemüveget, már nappal szembe megyünk. Már nincsen sok hátra, már csak percek kérdése. Na, leérkeztünk, már itt vagyunk a kempingben. Szandra is olvasgatja az információkat, én meg mindjárt kell felállítani a sátrat felfele. És hol le kéne rakni a próbót. Például ide, majd a Szandra ne rúgja föl. Megyünk mindjárt be a vízbe, és hát én belemegyek. Sátrat már felállítottuk, nagy nehezen megszenvedtünk vele, szóval most még mártózok egyet, aztán lassan fekszünk, és majd reggel keltem a napot. Na, ott van messze a balatoni Siófok, de tök jó az a hely. Hát akkor elkocsizunk. És reggelilő van szó, hogy na, de megyek, mártozok egyet. Hát, ez itt ilyen. Ó, ez hideg. De hogy hideg. Jó, tök jó. Bele lehet menni, de... Gyere már. Felhogy nem jössz? Miért? Nem. Kellemes a víz. Ez hideg. Nézd ide. Ilyen, ilyet viszik a sátorba, és ebbe fekszek. Alvásra készülve, Szandra még játszik egyet. Ott van kint a kocsi. Majd reggel megmutatom, hogy mi hogy van. 5:15-kor kelünk, mert 5:30-kor van napfelkelt, és ezt akarjuk nézni a tópartról. Közelebb a koncert van, szóval hát egy ideig fel leszünk még. Szóval majd reggel talán. Most keltem föl. 5:10 van kell, de Szandra még valószik. Mindjárt megmutatom még őt is. Rakom a telefont, tölteni egy picit a kocsiba. Csak nem tudom, hogy hogy fog. Nem tudom megoldani, hogy gyújtásra rakni. Nem mindegy. Szóval megyek tópartra egy picit. Körülnézek. Nézem a napfelkeltét. Nem sokat aludtunk, azok a gyökerek be vannak baszva, aztán az egész estét itt kiabálva töltötték. Szóval, szemben most fölébredt. Jössz te is? Zsobában van. Itt vagyunk amúgy, ez a kemping. És mi pont itt vagyunk, ott. De majd mindjárt így megmutatom már szebbről a sátrat, hogy vannak még sokan mások. Valaki úgy orkolt. 3-kor, vagy 4-kor, vagy 5-kor. Hát nem én voltam. Mikor elkérted a telefonomat, akkor valaki pont jöttek. Ezek a nyomorékok szerintem. Ez a kocsiba, mert ez nem volt itt. De ez itt volt este. Igen. Mindegy. Na, mehetünk? Aha. Így jössz. Nem, mit csinálj? Ne, gyere már pizsamába. Kérdeztem, hogy jó. Úgy mondom, hogy nem. Há, hogy mennek? Valamit egyébként. Hát is fázni fogsz. Na, itt a szállásunk. Ott a kiszárítunk. Kocsi, meg a sátor. 319-es sátor. Több külföldi van, mint magyar kb. Magyarul alig hallottunk valakit beszélni, nem? Ja. Még zárva van a kiskapu amúgy, nem? Nagyon sokan vannak itt. Hát igen, tegnap amin álltam, tűnk az kapu volt.
Hűvös van még. Nagyon. Ja, meg volt a reggeli arcfrissítés, viszont a napfelkeltével még várnunk kell, mert elvileg hogy van éjféltől hatig kapuzárás van, gondolom azért, hogy azért valamennyit tudjanak aludni itt az emberek nyugodtan, ne legyen kibemászkálás. Szandra is most még felfrissíti magát, aztán ugye megyünk akkor ki a partra egy picit, ezt utána még visszafekszünk csillálni egyet. Tök jó ilyen családbarát helynek tűnik mi minden. Balaton Turist Aranypart Camping amúgy. Üdülőfalu. Árban is megfizethető. Aztán délig kell elhagyunk a szállást, és utána megyünk akkor majd tovább a másik szállásra. Szandra amúgy először félhet is átrazástól, hogy nem annyira akar, meg ilyesmi, de aztán most így tetszett neki szerintem. Nem láttam. Nem, úgy 6 óra. Ki tudtunk jönni a partra. Bár a nap az még sehol nincsen. De nagy a vízpára tartalom. Szerintem azért nem látszik, nem? Ja, meg pont a másik oldalt kell föl. Ott a madár. Mi vagyunk az elsők a parton. Várjál, madarak. De ezek csúnyák. Ezek a buzik nem hagytak aludni minket. Egymásnak beszéltek. Van egy izé, nem volt kiemelő daru. Lehet. Gyere már lejjebb. Szóval így néz ki most a tópart reggel korán, 6 órakor. Csend és nyugalom. Nézzük, hogy milyen a víz. Ma ez is hideg. Mi? Azt a tök jó langyos. Nem jössz ide? Nem mennék bele. Jó, tovább nem megyek most. Már ott a fák mögött már jön föl a nap. És akkor így néz ki a sátrunk, telkünk. Nem tudom, mennyire mutattam már az előbb. És most bemegyünk csillálni még egyet. Kocsi bezár. Elemlámpa már ott föl van rögzítve. Ja, megágyazol? Törlő. Összenyálasztam. Tényleg? Hoztunk elemlámpát, ami alig világít. Ez miért van? Ez a gallérod, hogy ott a nyakad oda beszorítod, és akkor ott ugye ott nem jön ki a meleg a testettől. Meg megfordítottam az ágyamat, azért volt olyan szar aludni rajta. Reggelizni, elmegyünk a... Hol megyünk? Lipótiba. A aranypart sétálni, mint van egy Lipóti, aztán oda megyünk. Eddig mutatom a tábornak a camping részét. Mit? Berendeltünk. Szandra már alig várja, hogy egyen. Szóval jó étvágyat nekünk. Kávé az anya, jó minőségű Julius Mellers. Kekszet is kaptam, hogy elnyomjam a szar ízt.
Na jó, itt vagyok. Bemegyünk a vízbe megnézni, hogy milyen. Hoztam a sapkára szerelhet vízét, de hoztam, olyan föl. Fölveszem akkor, és akkor bemegyünk. Ah, már úgy emelkedik, lehet, hogy itt mély, ott alacsony, megint mély, alacsony. Hamarabb nem tudom, hogy van-e halakok. Na szóval most jöttünk a köl. Na, tök jó a víz. Bementem, én úsztam egyet, a Szandra az kijött napozni. És most chillelünk. Vagy chillezünk. Chillelünk. Relaxálunk. Kezdenek gyűlni az emberek is a parton. De eddig magyar hangot nem nagyon hallottunk. Nem sokat. De nem sokat. Aztán nem sokára jön Szandra anyukája, és akkor megyünk tovább. Következő célállomáshoz. Előtte még össze kell szedni majd a sátrat, amit a Szandra fog most megtenni. Én raktam össze, összedi szőt. Így jó jársz. Már? Hát csak. Megzavartatok a sátorbontásban. Már elkezdtem. Szandra meg nem segít, mert itt ül és telefonozik. Tisztelt címzett. Megint csak tisztelt címzett. Szóval szét kell szedni a sátrat. Szétszem a sátra szemben.
kérem. Készíts! Na, elindulunk a campingről. Most elmegyünk a Tesco-ba, először körbenézünk, aztán jönnek a Szandra nővéreiek, és fölveszik őket. Ez volt a házszámunk. Házszám. Az volt, nem? És akkor Szandra megfordítjuk honrát, és mutatjuk, hogy honnan megyünk el. Hogyan ide? Aha. Csávókat vegyem? Hát, csak látjuk őt. Így jó? Ha? Na, megjöttünk a szálláshoz. Ez a szállás. Hotel, Residence, Balaton. Training, konferencia, étterem, bar, wellness, spa, balatoni parti, strand. Szóval vannak aranyhalak. A parkolás elég nehézkes volt. A Szandra már most jön ki telefonálva. Nem tudom, kivel kommunikál, léptem. Szóval... És megyünk szerintem strandra, addig már csak kettőkor lehet szobát foglalni. Majd még jelentkezünk, nem tudom, szobából majd biztosan. Lehet, hogy a partról is. Elfoglaltuk a szobát. Így néz ki a hátrafele. Ott lent van valahol a wellness részleg. Arra meg a Balaton. És itt van a szobánk. Itt. Ott a Szandra. Birgit. Toilet. Itt a folyosó, a lift. És akkor most jöttünk be. Így néz ki. És ez a két szoba, ez egyben nyitható. Képzeljétek el. És ha megnyomom a gombot, akkor följön a lift. Ez annyira menő. Szóval most megyünk le a partra. Följött a lift. Szóval most megyünk a partra. Úszás utáni pihenés. Thank you.
Na hát a mai napnak lassan vége. És itt a Wellnessnél még pihengetünk. Sandra is átöltözött. Hiszen van még kb. Ezen a memóriakártyám 23 másodperc. Szóval azt majd ledumálom, aztán holnap még van egy 4 órás kártyám, és azt fogom használni. 10-ig el kell hagynunk a szállást, reggel reggelizünk, gyorsan aztán már csak 10 másodpercem van, szóval holnap reggel új volt Ali. Addig is csak csá.